kattints a gyógyszer, kezelés, kezelés kalkulátor menüpontra. Itt tudsz gyógyszeres kezelést rögzíteni a hízlalóistálóidra. A dátum mezőben add meg, hogy melyik napra szeretnél kezelést rögzíteni. Amennyiben több napos kezelést szeretnél rögzíteni, a kezelés első napját add meg. Kezelést istálóra rögzítünk, így az istáló választóból ki kell válasz azt az istálót, vagy azokat az istálókat, ahová a kezelést rögzíteni szeretnéd. A profil és telep kiválasztásával szűkítheted az istálók listáját. Ha az üres opciót bepipálod, akkor az istáló listában azok a rotációban résztvevő istálók is megjelennek, amelyekben jelenleg nincsen állat. Amennyiben több istálót szeretnél egyszerre kezelni, a Ctrl billentyű lenyomásával több istálót is kiválaszthatsz. Az élő állatok száma és átlagos testtömegadatokat is a rendszer az istálók vagy istáló kiválasztása után automatikusan kitölti a testtömegtábla alapján. A napok száma mezőben kell megadnod, hogy a kezelés hány napig tart. Ezek után ki kell választanod, hogy melyik gyógyszert használod a kezeléshez. A gyógyszerválasztóban azok a gyógyszerek jelennek meg, amelyeket a gyógyszer, törzsadatok, gyógyszerek menüpont alatt feltöltöttél, és a kiválasztott istálló profiljához hozzá van rendelve, valamint nyilván az adott telephez is. A kezelésmód, kategória és hatóanyag kiválasztásával szűkítheted a gyógyszerek listáját. A gyógyszerlista automatikusan változik a szűrők beállításától függően. Miután kiválasztottad a kívánt gyógyszert, a rendszer betölti a gyógyszeradatlapról az adagolás adatot, amennyiben az ki van töltve a gyógyszeradatlapján, és kiszámolja a rendszer azt is, hogy a teljes kezeléshez mennyi gyógyszerre van szükséged, és a készleten lévő mennyiséget is megjeleníti. Az összes gyógyszer mennyisége mezőben megjelenik a kiszámolt mennyiség, de ezt természetesen átírhatjuk a valóban felhasznált mennyiségre. A kezelést csak akkor lehet elmenteni, ha a készleten van elegendő mennyiségű gyógyszer. A baloldali oszlopban az alapértelmezett egységben láthatod a mennyiségeket, míg a jobboldali oszlopban az általad kiválasztott mértékegységben is megtekintheted. A kezelés oka választóban megadhatod a kezelés okát, amely kezelés okok a gyógyszer, törzsadatok, betegség menüpont alatt lettek feltöltve a rendszerbe. A kezelés típusa, módja választóban megadhatod, hogy megelőzés vagy gyógykezelés az, amit rögzítesz, és hogy milyen módon lett végrehajtva ez a kezelés. A megjegyzés mezőben megadhatsz továbbá megjegyzést, de természetesen ez nem kötelező. A kezelési naplóba ment mező automatikusan ki van pipálva, így a rendszer elkészíti a kezelési naplót a kezelés mentésekor. Miután minden adatot megadtál, kattints a zöld mentés gombra. Mentéskor a rendszer levonja a készletről az elkezelt gyógyszer mennyiségét, a költséget ráteszi az adott istállókra, és elkészíti a kezelési naplót.